Romhányi József interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast, interjút kér, ennek közlem olvast. Igaz volna a mamát, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? Egy nagymamát, egy grammot se. Ez az egész csak Grimm mese. Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vált, nem hagyott belőle mást, csak egy fél pár harisnyát. Hogy én őt ruhástól mit ki nem eszeltek, én még az almát is hámozva eszem meg. Furcsa, hogy a konyhóban hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten. Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsanna volt, szamóca és piskóta. S mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott. Én úgy tudtam önnél szabály, hogy csak friss húsárút zabál. Kacsa, füvet rágok lomhán legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomron megemészze. És meddig lesz önnél a juhús is tiltva? Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!